Sziasztok! Mostanában PC Juniorral játszottam egy picit, és felmerült az, hogy néhány program kimenetét, tehát hogy hogyan futnak rajta játékok például, ezt felvegyem. Ez azért problémás, mert CGA kimenete van, és ugyan van olyan kártyám, ami analóg jelet tud rögzíteni, de hát ugye a CGA-ból TTL jel szint jön ki, ami nem kompatibilis ezzel. Természetesen én is lusta vagyok, ezért első körben az internethez fordultam, hogy hát ha valaki épített már ilyesmit, mert akkor nem nekem kell megtervezni, csak egy egyszerű másolás lesz a munkám. És találtam is két lehetséges kapcsolási rajzot. Az első kapcsolás CGA-ról alakít át SCART-ra, amit lehet látni, a címét bemásolom a videó alá, hogyha valakit érdekel, akkor meg tudja nézni. Gyakorlatilag ez a kapcsolás nagyon egyszerű, meg is nyitom inkább egy olyan helyen, ahol tudok berajzolni. Tehát itt az első kapcsolási rajz, ez egy CGA to SCART adapter, ami nagyjából működik is, vagy legalábbis teljesen jól működhet. Ugye gyakorlatilag az alsó rész itt a szinkronnal működik, tehát itt a szinkron a CGA oldalról, a vízszintes függőleges szinkron, amiből csinál egy darab szinkronjelet, egy kompozit szinkronjelet. Ez tök jó, egy darab fettel megcsinálja, nagyon egyszerű. Ez az alja, ez tök jó. Felső rész itt az RGB-ből és a Intensity jelből pedig csinál külön RG és B jelet. Na most ezeknek az ellenállásoknak az értékeit azért érdemes leellenőrizni, hogyha én most egy VGA adaptert nézek, tehát azt a digitalizált kártyát, ami nekem van, akkor itt a terhelő ellenállás az 75 ohm lesz. Egyetlen egy kifogásom lehet ezzel, mégpedig az, hogyha mondjuk itt valamelyik jelen mondjuk az R-en, tehát a piroson van egy egyesünk, tehát itt megjelenik az, hogy szép piros a kép, akkor itt valamekkora áram azért folyni fog, tehát ezen itt, ezeken az ellenállásokon keresztül, így a zöldnél is. Jó, ez minimális értékű, mert azért itt ezek az ellenállásnak az értéke, ez 1 kiló, mint egy 75 ohm, tehát egy elég nagy osztás, egy picit azért el tudja húzni, de ezzel talán együtt is lehet élni. Tehát, hogy ez így elfogadható. Nézzük meg a másik kapcsolást. Ez a kapcsolás azért eltér az előzőtől. Hasonlóságok vannak, ugyanúgy ellenállásokkal működik. Megnyitom ezt a képet is, és akkor talán tudok belerajzolni, hogy jobban érthető. Jó, tehát itt van ez az adapter, ami azért eltér az előzőtől. Ugye ez az oldal a CGA, másik oldal a VGA. Ami nagyon jó, hogy a VGA-nál is a szinkron jelek azok ugyanazt a jelszintet használják, tehát TTL jelszintet használnak, tehát azzal nem kell foglalkozni, egy az egybe összekötötte az ember. A következő, az pedig az RGB-nél ugyanúgy egy darab ellenállás van, ugye itt ugyanúgy 75 ohmmal van lezárva, gyakorlatilag van egy 75 ohmos lezárás a szabvány szerint. Én ezeket a diódákat nem egészen értem, hogy miért így kötötte be. Ugye az addig logikus, hogy berakott egy ellenállást. Ennek az értéke is érdekes, de hogy ezt berakta, hogy csak akkor, hogyha itt egyes van, csak akkor folyjon áram ebbe az irányba. Tehát ezzel a jó kis diódával, ezzel meg ezzel megoldotta azt, hogy ne folyhasson visszafelé áram. Tehát hogyha mondjuk a piros itt, amit beszéltünk, hogy egyes, akkor az csak a piros jelet módosítsa, ne folyjon vissza. Ő viszont berakott ide egy lehúzó diódát. A leírás szerint ez egy szilícium kapcsoló dióda, ami ugye azért érdekes, mert ez akkor nyit ki, ha körülbelül 0,6 volt kerül rá. Na most magán a VGA kimeneten a teljes jelszinthez 0,7 volt tartozik. Tehát, hogyha a piros, a zöld vagy a kék egyes csak, vagy akár mindegyik, viszont az intenzitás jel az nulla, akkor ennek a diódának semmi értelme nincs. Ha az intenzitás egyes, és a többi nulla, tehát a RGB, akkor ugye a bal oldali diódák fognak nyitni, tehát ez a blokk itt így. Ha pedig minden egyes, abban az esetben megint ez lesz nyitva, tehát hogy nem értem, hogy ez mire lett jó. Ha a Schottky dióda lenne, az ugye 0,3-0,4 között nyit.
Ott ugye az lehetne arra használni, hogyha egyes az intenzitás, vagy nullás az intenzitás, itt nulla van, akkor limitáljuk a kimenő feszültséget, de hát azt ugye úgy kéne meghatározni az ellenállást, az 1 kilóohmos ellenállást, meg ezt a 1,2-est, hogy azt a jelszintet kapjuk, amit a VGA csatlakozón elvár a digitalizáló kártya. Egyébként ezek a diódák itt a bal oldalon, ezek tetszenek nekem. Ebből a rajzból el lehet indulni. Nézzük meg, hogy hogyan is lehet megtervezni egy ilyet, vagy legalábbis én mire jutottam. Tehát megnéztük, hogy hogyan néz ki a két áramkör, most álljunk neki megtervezni a saját áramkörünket. Na, tehát ez úgy néz ki, hogy van egy CGE oldal, meg van egy VGE oldal. A VGE oldalon azt tudjuk, hogy a kimeneti feszültség maximum 0,7 volt lehet. A bemeneti oldalon elméletileg 5 volt, de a gyakorlatban a meghajtó IC-nek megfelelő feszültség jöhet csak ki. Ezt úgy tudjuk kideríteni, hogy körülbelül mennyi, megnézzük az adatlapját az IC-nek, hogy milyen IC-t használ, azt pedig megnézzük magát, a PC Junior-t, vagy pedig valami hasonló gépnek a kimenetét. Ugye a Commodore 128 is ehhez RGBI kimenetet használ, tehát az is egy jó tipp, hogy azt megnézzük. Tehát ez lenne a kapcsolási rajz. Igen, ez a kapcsolási rajz. Ugye itt látszik az intenzitás, a piros jel, a kék jel és a zöld jel közte. És ennél gyakorlatilag egy TTL IC-nk van, aminek az a neve, hogy LS244. Tehát egy LS244, ha jól emlékszem, akkor ez egy busz meghajtó IC, TTL IC. Gyakorlatilag innen veszi ki a jelet, ami kimegy a monitorra. Sorban van kötve 10 ohm. Hát van egy belső ellenállás még ennek az LS244-nek, hát ha illesztve építették fel, akkor ennek az egész belső ellenállás egy 75 ohm, és a 75 ohmos monitorra dolgozik. Na nézzük meg, hogy néz ki ez egy Commodore 128-nál, ami szintén ezt az RGB-t használja, így aztán két legyet üthetek egy csapásra. Tehát ez a Commodore 128, és ezen kell megkeresni, meg is van, itt van jobb oldalt a kimenet. Ez itt a kimenet, itt ezek Fairy gyöngyök, ha jól emlékszem, itt mindenféle, hát zajszűrés van a kimeneten, meg túlfeszvédelem, hogy ne süssük meg a szerencsétlent, és itt van, ez egy 74, tehát ez a fele, RGBI, igen, hát a videó nem nagyon látható, az az igazság, hogy én is csak azért tudom, mert valamennyire ismerem már ennek a felépítését. Na, ez is egy 74 LS244N, ha jól látom. Az bizony. Tehát ennek az IC-nek kell most megnézni az adatlapját, hogy mire is számíthatunk tőle. Tehát 74 LS244. Jó. Tehát erre keressünk rá. Jó, tehát megkerestük az adatlapot. 74 LS244, egy jó kis Texas adatlap. Nem azért minden meg lehet találni. Nekünk arra van szükségünk, hogy mennyi a tipikus kimeneti feszültség, meg hogy egyáltalán mekkora áramot képes ez kiadni magában, hogy ezért ne süssük meg. Tehát itt a bemenetű feszültség, ugye supply, voltage, output, kimeneti áramok. Tehát a kimeneten lehet terhelni 24 milliamperrel, ez teljesen jó lesz nekünk. A high levelnél is lehet terhelni 15 milliamperrel. Ez azt jelenti, hogy azért ez elég jól terhelhető. És itt kellene egy olyannak, hogy tipikus kimeneti feszültsége, meg is van. Tehát itt a VOH, itt a harmadik sor, most úgy görgetek, hogy az legfelül látszódjon. Ez azt jelenti, hogy 3,4 volt a tipikus. Ez nekünk azért jó, mert így nem 5 volttal fogok számolni, hanem annál kevesebbel a bemeneti feszültségnél. Ez azért érdekes, mert hogyha 5 volttal számolok, akkor a kimeneten gyakorlatilag a fehér az szürke lesz, a világos kék az egy közepes kék, a sötét kék meg gyakorlatilag láthatatlanná válik, mert jóval halványabb lesz. Tehát visszaugorva a jegyzethez, ez alapján én itt számolhatok 3,4 volttal. Ez itt 3,4, akkor már csak föl kell rajzolni, hogy fog kinézni az áramkör. Úgyhogy van egy intenzitásunk, én azzal sorra kapcsolok
egy diódát. Ez ugye megakadályozza azt, hogyha az intenzitás nulla, vagy pedig különböző színek egyesek, akkor egymásra hasonlók. Méghozzá én három darab diódát használok, színenként egyet. Ugyanezt megcsinálom az R-re, a G-re és a B-re is. Ezt úgy fog kinézni, hogy előtétellenállás, ellenállás dióda. Így. Na most, ez azt jelenti, hogy ezt ide kötjük, ezt pedig ide kötjük, így szépen. És akkor ez már a vége oldal, ez itt R, G és B. Az fontos még tudni, hogy körülbelül minek kéne kijönnie. Na most, ezt egész egyszerűen meg kell nézni a cégelne, hogy mi a kimenet. Ha az intenzitás és a színjel is a maximumon van, akkor írja az FF-et, a leírást, azt jelenti, hogy a 0,7 volt, az akkor 0,7 volt, ha az intenzitás és az RGB is egyes. Tehát most én csak úgy fogom leírni, hogy R és I, tehát hogyha ezek egyesek, akkor kellene egy 0,7 volt. Abban az esetben, hogyha csak a színjelem egyes, abban az esetben AA, ami ennek a kétharmada. Ugye, ha az intenzitás egyes, akkor meg 55, az pedig az egyharmada. Hexában számolunk, az A az 10, az 5 az a fele, tehát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben ennek a 0,7-nek az egyharmada, ebben az esetben pedig a kétharmada, aminek kimenetben meg kell jelennie. Ebből már is tudunk számolni, ugye gyakorlatilag áramokat kell összeadni, mert itt 75 ohmunk van. Amit még érdemes tudni, hogy ugye itt a csomópontnál eloszlik, tehát ami át fog folyni az RI-n, ez pedig legyen RC, mindegyiknél RC van, az ugye három felé fog eloszlani. Miből tudunk számolni? Egyrészt a számításokhoz nagyon egyszerű képletet fogunk használni, azt, hogy R egyenlő U per I. Hogy tudjuk, hogy mik a feszültségek, ahhoz gyakorlatilag semmi más nem kell tudnunk, mint kivonni és osztani. Mármint, hogy ehhez a képlethez. A feszültség kiszámítása, hogyha a bemeneten 3,4 voltunk van, most akkor rajzolok egy Moritz kábelet, hogy hogy néz ki. Az ugye úgy néz ki, ha csak nézzük ugye ezt az esetet, ez egyes eset. Az első esetben ez úgy néz ki, hogy van egy RC-nk, itt van egy dióda, az majdnem kimaradt, meg van 75 ohm, ez 75 ohm, ez pedig a dióda. Na most azt tudjuk, hogy itt akkor a 0,7 voltnak a kétharmada kell, hogy essen, és ez azt jelenti, hogy itt 0,46 volt van. Hát itt számolhattunk egy 0,3-0,4 volttal, számoljunk 0,3-mal, és akkor ha több esik a diódán, az még mindig jobb, mint hogy kevesebb. Hogy miért 0,3-mal számolok? Azért, mert Schottky diódát használok. Itt van mellettem egy BAT42-es, megnézhetném az adatlapját, de tudom, hogy attól függ, hogy mekkora áram folyik át rajta, ilyen 0,3-0,4, ami esik. Itt tudunk számolni egy áramot. Ugye mindegyiken ugyanaz az áram folyik át, és azt is tudjuk, hogy itt, hogyha 3,4 volt van, akkor az UC az egyenlő a 3,4-ből kivonva ezt a kettőt. Tehát innentől az RC-t azt ki tudjuk számolni, az egyenlő a 3,4 voltból 0,3 voltból 0,46 volt per I. Itt az I-t pedig föl tudjuk írni, hogy I egyenlő U per R. Itt most ugye a végén kimeneten lévő feszültség 0,46 per 75 ohm. Ami hát ránézésre egy ilyen 6 milliamper, de mindjárt segít nekünk a számológép. Azt mondja, hogy
Hát egész jó tippeltem, 6,2 millió amper. Ami azt jelenti, hogy ha ezzel számolunk, akkor meg is kapunk, hogy ez itt 425 ohm. Ez az első végeredményem. Jó, akkor most nézzük meg a másikat, ami pedig ugye az RI lesz. Az RI egy picit bonyolultabb, mert ott ugye úgy néz ki, hogy van egy ellenállásom, van egy diódám, és van 75 ohmom. De ugye ez ismétlődik még háromszor. Mármint, hogy kétszer, mert összesen három van belőle. Itt tudjuk a feszültséget, ugyanúgy, ugye a diódákon ugyanaz a 0,3 volt esik, itt az ellenállásokon az egyharmad esik a 0,2-nek, tehát az a fele, akkor ez 0,23 volt. Ebben az esetben, hogyha ez a feszültség a fele, akkor I egyenlőség, tehát ugyanaz a képlet, fele feszültség, tehát akkor ez itt 3,1 milliamper lesz, de, ez egy nagy de, ugye ebbe a csomópontba befolyik mind a háromnak az árama, tehát az II az egyenlő 3I-vel. Tehát itt az RI, itt folyik az II, és akkor az RI-t ki tudjuk számolni, R egyenlő U per I, I. Ugye itt a feszültségünk is más, tehát itt a 3,4-ből a 0,3-at meg a 0,23-at kell kivonnom, és ezt kell elosztanom a 3-szor 3,1 milliamperrel. Az annyi, mint 308 ohm. Tehát ez itt 308 ohm, ez pedig 425. Na, és akkor most kéne kitalálni azt, hogy valójában mit tudunk berakni az áramkörbe, hogy ez így is viselkedjen. Mert hogy ilyen értékű ellenállás nincs a szabálysorban. És ezzel az ellenállással, amit nagyjából betervezek, azzal érdemes lenne újra számolni, hogy a valóságban hogyan fog működni az egész áramkör. Ha biztosra akarok menni, akkor a 425 helyett, ami itt van, választhatok mondjuk 470-et. Tehát mondhatom azt, hogy ez itt 470 ohm, ezzel fölfelé kerekítettem. A 308 helyett meg mondjuk választhatom a mondjuk 320, az egy jó választás, vagy mondjuk 2680-ast, ha párhuzamosan kapcsolok, akkor az 340. Érdemes lenne tartani az arányokat, hogy ne tolódjanak el a színek. Na most a 425-nek a 470 az durván 1,1-szerese, tehát a 308-at, ha megszózom 1,1, akkor inkább a 340. Tehát maradjunk ennél a 340-nél, tehát marad a 340. Most egy kicsit visszaugornék arra pontra, ahol voltak kapcsolási rajzok. Ezek közül is a CGA SCART adott erre. Itt a kapcsolási rajz. Érdekes módon ez a 470 ohm, ez itt pont az, amit én is számoltam. Tehát ez elég jónak tűnik, sőt, ha megnézzük ezt a 3 darab 1 kilómos ellenállást, ugye nekem 340 ohm jött ki, de én ezek helyett egy darab ellenállást terveztem, plusz 3 darab diódát, így valahogy így, hát ez elég csúnya lett. De a lényeg az az, hogy ez a 340 ohm és a 3 darab 1 kiló párhuzamosan, ugye ez 333 ohm lenne, az körülbelül egyezik. Tehát ugye ez jónak néz ki. Elsőként megépítem azt, amit én terveztem, aztán nem válik be, akkor még visszatérhetek erre. Az elmúlt napokban megépítettem ezt a kapcsolást, és őszinte leszek, nem tetszik a képe. Egy kicsit gondolkoztam, hogy mi is lehet a hiba, hol követhettem el a hibát, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy egy nagyon fatális butaságot követtem el. Lerajzolom, hogy mi az a butaság, tehát itt a kapcsolási rajz.
és ebből egy részletet kinagyítok. Tehát most nekem úgy néz ki a kapcsolási rajz, hogy itt van 340 ohm. Ezt már próbáltam növelni, ugyanis az volt a problémám, hogy túl fakó volt a kép. Ugye innen egy diódával, valamint egy másik ellenállással, és ez a kimenet, mondjuk ez itt a zöld bemenet, itt TTL van, tehát 3,4 volt, itt is egy 3,4 volt, van ez az intenzitás, ez 470 ohm volt eredetileg. Ezt is próbáltam növelni, hogy a fakóképet azt megoldjam. Ugyanerre panaszkodott egyébként a másik diódás kapcsolásnak a tervezője, vagy legalábbis az alatt voltak ilyen hozzáállós szólások. És itt az igazi probléma az az, hogy én ez alapján számoltam, és azt feltételeztem, hogy az áram e között a három dióda között egyenlően fog eloszlani. A probléma az az, hogy ez nem így történik, hogy miért nem. Ezt mindjárt is rajzolom, tehát hogyha van itt még egy dióda, és ugye itt 75 ohmunk van, és itt is van 75 ohm, viszont itt a másik lábon, a másik színnél nincsen bemeneti jel, akkor itt ugye az egyharmad 0,7, tehát egy olyan durván 250 millivolt lesz. Jó, ennél kevesebb, tehát a 0,7-nek 230 millivolt lesz. A probléma az az, hogy ez még hozzáadódik, ez a feszültség, ami itt esik a diódán, ez mondjuk 0,2-0,3 volt, tehát ez a potenciál, ez hát 0,5 volt lesz kb. Igen ám, de az itt bejövő, ez a kisebb ellenállás, tehát a 470 ohmon bejövő, vagy befolyó áram, ezt a pontot itt, ezt föl fogja emelni a 0,7-nek kétharmadára, tehát durván 460 millivoltra. Most, hogyha itt 500 millivoltunk van, tehát hogyha már egyszer millivoltba kezdtem írni, akkor írjuk végig úgy. Tehát ez itt 500 millivolt. Itt meg 460 van, akkor ez a dióda, amelyik itt van, most választok valami más szint, hogy tudjam rajzolni a hibát, ez a dióda, ez nem fog kinyitni. Tehát az fog történni, hogy ezen a ponton megmarad a G által meghatározott feszültség. Itt ugye meg fog jelenni egy emelt feszültség, ennél egy picikét több. Tehát ha csak a zöldet szeretném, akkor ez fakó lesz, mert a zöld színjel feszültsége nem fog megemelkedni. Viszont ugye a piroson és a kéken viszont ott lesz a 230 millivolt. Ezzel szemben, hogyha most visszakanyarodok oda, ahol a SCART-os megvalósítás volt, ugye, hogyha ezt kiveszem, akkor ugye gyakorlatilag ez a párhuzamos kapcsolás, ami itt van, ez nem fog megvalósulni. Egész egyszerűen azért nem fog megvalósulni, mert minden egyes kimenetnek saját ellenállása van. Tehát gyakorlatilag ez itt nem 340 lesz, és nem fog eloszlani az áram, hanem ez itt 1K lesz, itt marad a 470, tehát így fog folyni az áram, így, meg így. Ez bevezet egy újabb hibát, pontosabban két hibát. Mivel itt nincsenek, innen hiányoznak a diódák, ezért abban az esetben, hogyha az intenzitás jelünk 1-es, viszont az adott színjel 0, akkor itt a 470 ohm, ugye tudjuk, hogy a ideális feszültséggeneráló belső ellenállása az 0, tehát abban az esetben, hogyha csak intenzitás jelünk van, akkor úgy néz neki a kapcsolás, hogy van a 75 ohm, van az 1 kiló, ezzel párhuzamosan még kapcsolódik egy 470 ohm.
Ez az elmélet. A gyakorlatban ugye ez nem 470 lesz, hanem ez még hozzájön a belső ellenállása a TTL-IC-nek, meg hogyha van egy soros ellenállás magában a kapcsolásban, mondjuk a PC Juniornál ott ugye láttuk, hogy 10 ohm van, a belső ellenállás az kb. 75 ohm, tehát ez itt inkább egy ilyen 525 ohm lesz, de ehhez képest azt nem mondom, hogy elhanyagolható, igazából nem, de nem is olyan nagy mértékű, hogy jelentős problémát okozzon. Most ha azt nézzük, hogy 75 ohm helyett, hogyha 470 ohmmal számolok, akkor ehhez a 75 helyett itt 67 ohm lesz. Ha hozzáadom, tehát hogyha ez az 525, akkor már 70 ohm lenne, az azt jelenti, hogy lesz egy pár százalékos, de ez 10% alatti eltérést jelent a kimeneti feszültségben. Tehát ez az egy harmad, ez valóban nem egy harmad lesz, hanem egy kicsikét sötétebb lesz. A másik probléma az pedig az, hogyha az egyik színjelen van egy egyes, tehát itt van 3,4 volt, akkor mivel nincsen dióda, ezért itt lesz egy feszültség 460 millivolt, ez egy feszültségosztón keresztül, tehát itt van a másik 1K, így, ott van még egy 75 ohm, itt is van egy belső 75 ohmos ellenállás, itt egy dupla feszültségosztón keresztül ide, erre a pontra, tehát mondjuk a kék színjelként lesz a kimeneten valamikor a feszültség, ezért az belátható, hogy itt van 1K, itt van 75 ohm, majd még egyszer van 1K és 75 ohm, akkor minimális, tehát pár millivolt jelenik meg itt a többi színjelnél. Ez igazából elhanyagolható, azt mondom. És jöjjön az, hogy megépítem a SCART-os kapcsolást, mert ezt a 6 diódát akkor kihagyhatom. Ha nem lesz jó a képe, valamiért nem tetszik, akkor ezeket a diódákat még mindig be tudom építeni, főként ezt a hármat. Nagyszerű, elkészült végül is a VLS konverter, vagy legalábbis az a konverter, ami nekem tetszik. Ez érdekes módon a legegyszerűbb, a SCART-os rajz alapján készült lett. Mindjárt megmutatom, hogy milyen lett a képe, tehát sorjában majd látni fogjátok a diódás átalakítót, ami igazából nem sikerült, tehát ott egy tervezési hibát követtem el eredetileg, valamint a lehető legegyszerűbb diódák nélküli sima ellenállásokból felépülő átalakítót. Gyakorlatilag ez egy feszültségillesztő. És ezzel a feszültségillesztő szóval eljutottam oda, amiről még nem beszéltem, de nagyon fontos. Tehát, hogy most van egy feszültség átalakítom, de ez csak a feszültséget illeszti. Tehát gyakorlatilag most azt jelenti, hogy van egy CG jelem, és van egy VG jelem. Ennek a TTL jelszintjéből csinálok egy VG jelszintet, ami 0,7 és analóg. Ugye ez pedig egy digitális jel volt. Magát a szinkron jelet, a horizontális és a vertikális szinket is beleértve, ugye nem kellett semmi se csinálnom, mert mind a két oldalon ez TTL, ezen az oldalon is TTL, gyakorlatilag ez maradhatott változatlan. Azonban van egy nagy eltérés a CG és a VG között, mégpedig az, hogy ez 60 Hz-es kép, és bizony egy 15 kHz körüli sorszinkronnal dolgozik. A VGA pedig ennek a duplájával. És ezt bizony nem változtattam meg. Tehát csak akkor lesz kép a monitoron, ha képes ezt a 15 kHz-es jelet feldolgozni és megjeleníteni. Tehát nem elég az, hogy egy szintet illesztünk, ezt is illeszteni kéne. Szóval csak annyi van hátra, hogy megmutassam, mi lett a kép. Ezt egy sima fényképezővel rögzítem a monitor előtt. Hát ez olyan, amilyen, de talán ti is látni fogjátok, hogy egész jó eredmény produkál ez a teljesen primitív cucc. A pontos kapcsolást azt a blogomban találjátok meg, oda is látogassatok el. Igazániból
nem teltem föl a meleg vizet, gyakorlatilag azt építettem meg, amit már a SCART-os kapcsolásnál láthattatok, annyi egyszerűsítéssel, hogy a szinkronjelekhez én egész egyszerűen nem nyúltam hozzá. Remélem más is kedvet kap majd valami bonyolultabb áramkör tervezéséhez, mégis ez a kapcsolás annyira egyszerű, hogy nem kellett volna rászánni ezt a videót, de hát amikor belekezdtem, akkor jó ötletnek tűnt. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, sziasztok!